Azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Hogyan akarja megakadályozni, hogy a korrupció és a bénázás tönkretegye a Balatont címmel? Harangozó Gábor István képviselt illeti a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Ismét egy piac újraosztásába kezdtek, most éppen a vasárnapi boltbezárással hozzák helyzetbe a CBA-s haverokat, ezt eddig értem. De azt már képtelen vagyok fölfogni, hogy azok után, hogy látják, hogy milyen hatalmas károkat okoz a Balaton turizmusában ez az intézkedés, miért nem adnak kivételt a Balaton turizmusának ezen eszement ötletük alól. Szombatonként nem lehet Siófok városközpontjában közlekedni, mert a boltoknak a parkolójában se tudnak már az autók behajtani, hiszen már azok is tele vannak. Így mind szombatra, mind vasárnapra az emberek életét megkesérítik ezzel az intézkedéssel, és ezzel fogják elüldözni az embereket a hétvégi balatoni turizmustól. És ha már a Balatonról beszélünk, abban szeretném kérni az ön közbenjárását, hogy nem csak a balatoni vasárnapi zárvatartás ügyében, hanem egy másik konkrét ügyben is segítsen közbenjárni. Ez a konkrét ügy pedig a Balaton világosan egy környezetvédelmi katasztrofális helyzet, amiben egy magáncég ingatlanán nyilvánvalóan alkalmatlan tárolási körülmények között elviselhetetlen bűzzel kísérve hatalmas szemétkupacok halmozódtak föl. Történt egy vizsgálat is, amely megállapította, hogy tűzveszélyes, közegészségügyi problémákat okozhat, a felszín alatti vizekre is veszélyt jelent, és így a Balatonra is veszélyt jelenthet, veszélyt jelenthetnek ezek a szemétkupacok. Azt várnánk, hogy az állami igazgatás gépezete ilyenkor azonnal beindul, és napokon belül felszámolja az emberek ezreinek egészségét, és nem utolsó sorban az egész Balatont veszélyeztető szemétkupacot. Azonban egy Fazakas Sándor miniszter társa az intézet válaszból az derül ki, hogy totálisan impotens a minisztérium, káoszba fulladt az egész állami igazgatás, hiszen az intézkedések egy részét a Fejér megyei katasztrófavédelemhez rakták át, egy másik részét Baranya megyéhez, közben a szemétkupacok hónapok óta ott állnak Somogy megyében. Kérem miniszter urat, segítsen elintézni ezt az elviselhetetlen helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Lázár János miniszter úrnak, aki a kérdése válaszol. Erre a második kérdésre egyszerűbb kérdésre válaszolnék. Én magam segíteni nem tudok, de a magyar államnak lenne kötelessége, hogy segítsen a problémán. Ez alatt azt értem, hogy az általam vezetett és felügyelt kormányhivatalt tudom arra utasítani, képviselő úr mondatai alapján, hogy egy soron kívüli vizsgálattal tegyenek jelentést arról, hogy Balaton világosan milyen környezetszennyezés van, mint ahogy a sok társadalmi kritika, civil észrevétel okán az illatos úti szeméttelep mentesítésébe is belekezdett a kormány, most is folyik egyébként a veszélyes hulladéknak az elszállítása. Balaton világosan meg tudom vizsgáltatni azt, képviselő úr, az ön bejelentése alapján, hogy mi a valós helyzet, és arról korrekten tudom ön tájékoztatni. A vasárnapi zárvatartással kapcsolatban engedje meg két megjegyzést. Nyilvánvaló, ez a kérdés megosztja a társadalmat. Én azt tudom mondani, hogy mi az az ok, ami miatt én magam, jó néhány képviselő társammal közösen támogattam az előterjesztést. Minden vasárnap Magyarországon 1 millió ember dolgozik, a több mint 4 millió legális adófizető munkavállalóból. Nem hiszem, hogy van közöttünk olyan képviselő, aki úgy gondolja, hogy egy család életében egészséges dolog lenne az, hogy vasárnap 1 millió embernek, közöttük anyáknak, gyermeket nevelőknek kell dolgozniuk. A kormánynak igenis hitvallása és programja, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy minél több munkavállalót mentesítsen a vasárnapi munkavégzés kötelessége és kényszerű terhe alól. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknek fájdalmas a vasárnapi üzletbezárás, de találkoztam nagyon sok olyan emberrel is, aki úgy gondolja, hogy igenis munka helyett a családjával töltheti el az időt, olyan gyermeket nevelő Tesco pénztárosokkal adott esetben, akik vasárnap tudnak a gyerekeikkel foglalkozni, és nem veszi el tőlük senki a vasárnapot, kétségtelen, hogy 6 nap is elég sokat kell ezért dolgozniuk. Tehát sokkal inkább a vasárnap dolgozók védelme érdekében hoztuk meg ezt a lépést, mint hogy bármilyen piacra beavatkoztunk volna. Köszönöm, miniszter úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon. Képviselő úr, nem működik a mikrofonja, egy másodperc türelmet kérek, be fogom számítani az időt, legyenek kedvesek.
Akkor megpróbáljuk újra. Tehát azért fordultam önhöz, miniszter úr, mert hogy ön a közigazgatásért felelős miniszter, és a balatonvilágosi ügyben egy közigazgatási csődhelyzet alakult ki, és ezért kértem önt, hogy segítsen közbeavatkozni, és köszönöm, hogy azt meg is teszi. A zárvatartás ügyében értse meg, hogy a balatoni helyzet tarthatatlanná vált már most. Én azt javaslom önnek, hogy a következő kormányülést Siófokra vigyék el egy szombati napon, ahol először mondjuk egy jókedvű kis löbdösödéssel egybekötött bevásárlásra tudnak elmenni valamelyik bevásárlóközpontba, nagyon fogják önöket imádni, higgye el, a kialakult helyzet miatt. Majd ezt követően mondjuk Balaton világosan tartsanak egy prezentációt az illatos út ügyében, milyen hatékonyan sikerült megoldani a helyzetet. Ha mégis ezt el akarnák kerülni, és el akarnák kerülni azt, hogy a közutálat önöket elsöpörje, higgy el, a Balatonon ezt a helyzetet meg kell oldani, egy egyszerű kormányülésen napirendre lehet tűzni, és felmentést lehet adni a balatonparti településeken a vasárnapi boltbezárás kötelezettsége alól, ahol egyébként 2-3 hónap alatt kéne az embereknek az egész éves életüket fedező bevételt előteremteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr! Beszámítottam az időkeretét. Viszont válasz illeti meg miniszter urat, parancsa miniszter úr! Megengedi, akkor azzal kezdeném, hogy a egységes kormányhivatal, ami április 1-e óta létezik a magyar közigazgatásban, lényegében 140 év után, adja meg a lehetőséget arra, hogy Balatonvilágos ügyében a kormány közvetlen intézkedést tehessen. Másrészt pedig szeretném azt megjegyezni, hogy nem hiszem, hogy bárki is a Balatonra bevásárlás céljából érkezne. A Balatonra pihenni mennek az emberek, és azt hiszem, hogy ez egy akceptálható dolog attól, aki pihenni megy, hogy tiszteletben tartja a vasárnap munkavégzők munkaszüneti napját. Arra gondolok, hogy hozzászokhat az ember ahhoz, hogy vasárnap is el tud menni bevásárolni, ez egy kényelmes dolog. Csak az a kérdés, hogy amikor önök, vagy akár mi vasárnap bevásárolunk, vagy bevásároltunk, akkor gondoltunk-e arra, hogy ezzel mit okozunk annak az embernek, aki a pult másik oldalán áll? Végig gondolta-e valaki, hogy amit megtehet szombaton vagy péntek délután, azt miért vasárnap teszi meg, ezzel elvonva azt az embert a családjától, akinek miattunk vagy miattam dolgoznia kellett vasárnap. Én azt kérem önöktől, hogy ezt is méltányolják. Egyébként márciusban nőtt a kereskedelmi forgalom a vasárnapi bezárás ellenére, nem csökkent a kereskedelmi forgalom, és én úgy gondolom, hogy a társadalom ezeket a szempontokat akceptálni fogja mindenképpen. Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni.